A Kuria Gáspár győzőnek adott igazat, így elmarad a december 7-ére kitűzött árverés, ahol akár győzikek konyhabútorára is licitálhattak volna az érdeklődők. Az ügy legfrissebb részleteiről személyesen Gáspár győzőt és ügyvédjét dr. Szilágyi Rolandot kérdezzük. Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr, szervusz, Győzik, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Hát legutóbb, amikor nyilatkoztál, arról volt szó, hogy lehet, hogy elárverezik alólatok az ülőgarnitúrát, a konyhabútort, lényegében mindent, most úgy néz ki, hogy ez nem fog megtörténni. Féltél egyébként? Benne volt a pakliba az utolsó pillanatig, hogy ez bekövetkezik? Én nem féltem tőle, mert tudtam azt, hogy nem követtük el ezt a dolgot, és tudtam azt, hogy ahogy a kúria tegnap kihozta az ítéletet, hogy megfosztottak a jogomtól, de ezt majd ügyvéd úr jogilag elmondja, és benne van vastagon nagybetűkkel, hogy megfosztottak a jogaimtól, hogy én nem tehettem semmit, ők döntöttek, de mi van akkor, hogyha a kúria, mit tudom én, holnap után dönt, és ők elviszik már a bútort, akkor hogy tudják rendbehozni? Úgy áll az úgy, hogy a kúria hatályon kívül helyezte, viszont új eljárás megindítására kötelezte a bíróságot. Ez egészen pontosan mit jelent? Gondolom, hogy akkor évekig húzódik még az ügy. Egészen pontosan ugye az első fokon eljárt adóhatóságot, tehát ugye még csak nem is a bíróságot kötelezte új eljárás, hanem a teljes eljárás újraindul ugye az adóhatósági szinten. Ez azt jelenti, hogy amit a korábbi adóhatósági határozat megállapított, ami ugye jogerős lett, és amit a bírósági végzés és ítélet is ugye megerősített, ez teljesen hatályon kívül helyeződik, tehát ami ilyenkor lefoglalás, végrehajtás alá került, azok visszajárnak, gyakorlatilag az egész eljárás ugye újra kezdődik. Akkor lényegében mindent visszakapsz? Minden lefoglalt tárgyat? Hát nagyon remélem, hogy visszakapok, mert ezek a gyermekeim tulajdona, és hát nagyon remélem, hogy megtaláljuk azokat a felelősöket, akik így döntöttek, mert azért Salgótarjánban van egy osztályvezető asszony, Környei Attila Anni, aki jobban odafigyelhetett volna erre, mert oda kellett volna rá figyelni, akkor van egy bírónk, a Sándor Walter, aki ezt aláírta, akkor ezeknek a bíróhoz és az osztályvezető asszonyhoz nem megy ki 200 kommandós, hozzá meg 200 kommandós kijött, akkor itt felelősököt kéne találni. Engem megtaláltak, bevittek, mint egy utolsó kutya. Most meg kiderült, hogy a kúria, mert azért a kúriát azért nézzük meg, három tanácselnök ül ott, és három tanácselnök dönt arról, hogy mi van. Azért a kúria az a legfelsőbb. Győzi, ez már a háború része, amit most itt folytatsz? Verbálisan legalábbis, mert hogy azt mondtad, hogy ha neked adnak igazat, akkor lényegében háborút fogsz indítani. Én nem indítok háborút, majd a Jóisten elindítja. Én nem indítok. Én azt szeretném visszakapni, hogy Gáspár Győző a nevemet, ami miatt nem hívnak fellépni, ami miatt engem egész április óta meggyaláznak, ami miatt az apukám, a testvéremet, az egész családomot teljesen padlóra tették. Én a nevemet szeretném visszakapni, hogy újra mosolyoghassak a tévébe, és újra ne az legyen, hogy nem hívjuk el fellépni Kisvárdára, mert ő bűnöző. Én a nevemet szeretném visszakapni, és a kúria döntött, hogy Gáspár Győző új eljárásra tettek, hogy ez nem történt meg. És a bűnösség megállapítódott Győző esetében, vagy az sem ezek szerint, tehát ilyen tekintetben nyugodtan hívhatnák fellépni? Igen, tehát ez a közigazgatási eljárásban történt ez a döntés, ettől függetlenül a büntető eljárás megy. Az más kérdés, hogy a büntető eljárásnak egy része, egy viszonylag jelentős része, ezen közigazgatási eljárásban történő megállapításból eredt. A közigazgatási eljárásban biztosított vagyontárgyak, ezek fognak most visszajárni, tehát ettől a büntető eljárás az azért picit független lesz. Az más kérdés, hogy ugye a kúria, amikor döntött, akkor azt mondta valóban, hogy az első fokú adóhatósági eljárásban és az ezt követő bírósági eljárásban olyan eljárási cselekmények történtek, melyek során valóban megfosztásra került ugye a Gáspár Győző jogorvoslati jogától. Győző, Evelyn azt mondta, hogy sírógörcsöt kapott, mert durván bántak vele a novemberei. Ez mit jelent? Az, hogy oké, hogy 22 éves kislány, külön él, külön élete nem van kicsi, neki. Nem is kicsi, szokott itt is egyébként. Igen, külön élete van neki, és körbevették őt, egy időben anyósomot, apósomot, minket, az apukámot, a testvéremet, egy időben körbevettek minket, és azért ő egyedül él. És körbevették, és kiabáltak vele, hogy mit dugdosol apától, miért nem adod ide az iratokat, és a kislánynak, mert nekem mindig kislány, csak a tankönyvek voltak, illetve azok a dolgok, amit készült a írásbeli beadása. Hát pénzt is elvittek tőle azzal a pénzzel, például mi van, amit lefoglalt a NAV? Ezt az újság írt, hogy ahogy az Evelyn elvittek igen, pénzt. Igen. Ezt az ügyvéd úrnak tegyük fel ezt a kérdést. Igen, tehát még egyszer azt, hogy másik eljárásban vitték el. Ugye ezzel a pénzzel egyébként most jelenleg az van, hogy ugye mi kértük a NAV-ot, hogy döntsön már abban a kérdésben, hogyha Gáspár Győzőt meggyanúsítják 68 millió forinttal, akkor miért foglalnak le a Gáspár Evelyntől
200 millió forintot, ami az övé. Erre nem sikerült még dönteni a NAV-nak, akkor ezzel ellen panasszal éltünk az ügyészségnél. Az ügyész utasította a NAV-ot, hogy bírálja el, majd a NAV tájékoztatott, hogy az elbírálás folyamatban van. Nyilván ezen tájékoztatás ellen ismételten panasszal fogunk élni. Tehát ebben a kérdésben egy picit partalan a kommunikáció a NAV és a képviselet között. Egyébként miből van Evelynnek ennyi pénze? 3 évvel ezelőtt az egész Magyarország, az egész tévénéző láthatta azt, hogy nagymamámtól örököltük, elvitték azt a pénzt. Látta mindenki, és ez a szomorú, hogy mindenki erről csamcsok, hogy miből van Evelynnek pénze. Másnak is van pénze. Másnak is van pénze. Elég szomorú, hogy mindent kiadott a NAV. Elég szomorú, hogy azért fog majd Evelyn barátot találni, mert gazdag. Elég szomorú. Elég úgy tűnik egyébként, hogy a saját életét akarja élni, teljesen normálisan, persze, mint bármelyik 22 éves, bármikor itt beszélünk vele, szóval nem úgy tűnik, hogy ő arra játszik rá, hogy gazdag. Nem, soha nem is élt, mi soha nem adtuk kifelé azt, hogy mi gazdagok vagyunk. Én nekem az, hogy képernyő előtt lehetek, és népszerű lehetek, nekem ez a nagy boldogságom, és ezt vették el tőlem a nevemet. Mert azt mondja, hogy ne haragudj, Győző, nem tudunk meghívni egy karácsonyi partira, mert a cég nem engedi azt, hogy egy bűnöző énekeljen ezen a partin. És ezt vették el tőlem a Salgó Tarjánnak. Percünk marad, hátradőlhet most Győző, vagy nem? Hát most ez egy új eljárás lesz, új eljárás, új lehetőségek, új bizonyítás. Én azt gondolom, hogy ha ebben a tényállás teljes körülön fogja tisztázni a NAV, akkor már most hátradőlhet a Gáspár Győző. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.